Szia, Öcsi! Ez egy privát videó lesz, és akkor, amire megkértél, azokat megnézem. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy foglalkozol az üggyel, illetve a házasságotoknak nagyon sok boldogságot kívánok, és hosszantartót. Nos, hát ugye itt lenne, tehát ugye maga a váltó először is, tehát ugye ez a hátsó váltónak a bovdenje, az ő konkrétan így néz neki, remélem, hogy jól látszik, és akkor itt megy ugye a kábel, ugye itt megy bele, és mondtad is, hogy ez nem jól áll benne, úgyhogy ezt majd a videón kívül megpróbálom helyre rakni, és úgy is megmutatom, hogy mi a helyzet vele, hogy hogy sikerült, illetve ugye hátul is ugye itt van maga a bovden, tehát az így néz ki. Na most az a kérdésem, hogy ezt merre csavarjam, tehát befele a kerék fele vagy kifele, illetve ezt ugye merre csavarjam, tehát most ugye szembeállok a biciklivel, akkor gyakorlatilag magam fele szorítom meg, vagy a hátsó rész fele szorítom meg, tehát fogalmam nincs. És akkor még a másik dolog, amit gyanítottunk, ugye a váltót tartó fül, gondolom én, hogy erre gondolsz, hát nem tudom így ebbe a állapotába, hogy el van-e hajóva, vagy nincs, tehát megmutatom innen is, még megmutatom a másik oldalról is. Hát ezt most itt nem tudom, hogy tudom megmutatni, hogy jó legyen, tehát ugye valahogy így tudom a kamerát belerakni, vagyis hát így tudom neked megmutatni, hogy ez így jó, vagy nem jó véleményed szerint. Megmutatom egy alulról is. Tehát ugye itt erről beszélünk. Nem tudom, hogy látszik-e, hogy egyenes, vagy nem egyenes. Na, hát erről ennyit. És akkor még mindjárt, amivel tartoztam, ezt egy következő képsorba próbálom ugye prezentálni, tehát nevezetesen ezt megpróbálom visszarakni. Na, hál' Istennek, ugye, amint látod, ez sikerült visszatenni. Most már mind a kettő a helyén van. Hát ugye úgy csináltam, hogy a egyik kezemmel ezt így elvittem erre a irányba, és ezáltal ugye a feszülés megszűnt, és most a helyén van. Várom tehát akkor a választ, hogy a bovdent azt hogyan tudom meghúzni, és akkor amint húztam rajta, meg hát ugye annyit, amennyit kell, majd azt közben megbeszéljük, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, tehát nem győzök hálás lenni. Tehát, hogyha megvan ez a bovden feszítés, akkor majd megyek utána egy próbakőre. Ciao, köszönöm, szia!